eljusson. Tudom, hogy a testvérem megölt valakit, de hát nem szándékosan tette. Mit hittél? Mit fogok tenni? Ha? Egyszerűen elvitetem a rendőrökkel. Ismerem a város legjobb ügyvédeit. Megoldották volna az ügyet. Nem akartam, hogy kitörjön a botrány. Nem az én családom miatt. A tiéd miatt. Először az apám verekszik részegen egy bárban, és most meg Marnie. Tudtam, hogy ezt már nem fogod tolerálni. Mit képzelsz, mi érdeke jobban? A botrány? Vagy hogy hagyod, hogy megzsaroljon? Mikor akartad megtenni? Mikor akartál lefeküdni vele? Tegnap? Igen. Hol? Max kivett egy szobát. Odaadta a kulcsát. És ez a mostani jelenet? Adtál egy kis ízelítőt magadból? Mondd, hogy lehetsz ilyen lelketlen? Nem vagyok lelketlen. Tessék! Bocsánat, hogy zavarok, de dr. Morris telefonált. Azt mondta, a laborban várja Rachelt. Ó, a fenébe. Ezt elfelejtettem. És itt van az egyik alkalmazottad is. Azt hiszem, Louise-nak hívják. Küldd be, kérlek. Rachel, menj el a laborba, a vizsgálatok miatt. Az egyik sofőr elvisz. Most menjek? Igen, most azonnal. Kit érdekelnek most a labor eredmények? Engem nagyon is érdekelnek. Lehet, hogy a gyermekemet hordod, Rachel. Tessék! Louise. Pár nappal ezelőtt Marnie-val táncolni ment. Hagyta, hogy hazafelé ő vezesse az autót. Elütött valakit, és az illető meghalt. Mit tud felhozni a mentségére? Semmit. Semmit? Pedig a maga hibája. Tudja, mit érdemel Louise? Hogy pár évet börtönben töltsön. Jézus. Hívta a rendőrséget? Nem. Most Louise-szal van, igaz? Nem tudom várni. Ne sírj, előbb-utóbb minden rendben jó. Ennyire idióta. Ott hagyta azt a szerencsétlent az út közepén. Az a pasas meghalt, úgyhogy nem tehettem semmit. Tudtam, hogy őrült nagy botrányt okozhat ez az eset, és sajnálom, nem gondolkodtam. Louise, szükségtelen volt. Ostobaságot csinált. Hogy lehetett ilyen felelőtlen? Hogy engedhette, hogy Marnie vezesse az autót? Hogy a fenébe jutott eszébe? Én... mindig elvihetem a kocsit, ha megbízást teljesítek. És milyen megbízatása volt akkor? Hát, Marnie azt mondta, hogy szeretne csinálni valamit, hogy Louise, ki akar... hallgasson! Tudja, ki volt, akit elütöttek? Nem írt róla az újság, úgyhogy nem tudom. És hol történt mindez? Hol ütötték el azt az embert?
Úgy egy mérföldre a háztól. Másnap visszamentem oda, de a hulla nem volt ott. Másnap még visszamentem. Látta valaki a balesetet? Nem láttam ott egy lelket se. De állítólag volt egy szemtanú. Valaki elmesélte Maxnek, hogy mi történt. Menjen a szobájába, és ott várjon. Ha szükségem lesz, magára szólok. És ha megpróbál megszökni, akkor letartóztattatom, és börtönbe sukatom, érti? Most pedig takarodjon. Most meg ez a dolog a húgával. Viktória, miféle emberek ezek? Meg se sokkal jobb. Kérlek, Camille, hagyd. Miért hagynám abba? Azt hiszed, nem tudom, hogy Max meg akarta ölni Tonyt. Miről beszélsz? Nagyon is jól tudod, hogy miről beszélek, nem? Tudom, hogy Max a fiad, de amit tett, azért meg kell bűnhődnie. És Rachelnek is. Ha Tony nem dobja ki innen, én fogom. Viktória, Tony vagyok, bemehetek? Igen. Ne sírj, ne légy szomorú. Nem tudom elhinni, hogy Max ilyet tesz. Nem tudom elhinni. És nem is akarom elhinni. Gondolod, hogy a két lány hazudott? Nem, nagyon meg voltak ijedve. És mi van a többi dologgal? Az is igaz? Nem tudom. Megszakad a szívem attól, hogy így látlak. Max a fiam. Ez az én hibám. Az én hibám, hogy úgy elkényeztettem, és mindent ráhagytam akkor, amikor még gyerek volt. Viktória, ne mondj ilyet, kérlek. Egyformán neveltél, és egyformán szerettél mindhármunkat. De olyan különbözőek lettetek. Tony, tényleg azt hiszed, hogy meg akart ölni téged? Nem tudom. De a privát beszélgetéseink alatt elhangzottak olyan dolgok, hogy igen, azt hiszem, meg akart ölni. De sosem ismerte el, ugye? Nem. Sohasem. Hát, ha nem ő volt, talán tévedsz. Szeretném azt hinni, hogy tévedsz. Istenem. Amit Rachel-lel akart tenni, az épp elég szörnyű. De hogy meg akart volna ölni téged. Testvérek vagytok.